Rögtön a dobozokba kerülnek a frissen leszedett eprek. Ezen a Vajszló melletti földön is megkezdődött a szezon. Egyelőre a fólia sátrak alatt termő gyümölcsöket szüretelik, a szabadföldi szamócára még egy-két hetet várni kell. Jelenleg a fólia sátras epreket szüreteljük. A szüretnek a közepén tartunk a korai termesztésben. Azt gondolom, hogy Pünköst környékén már megjelennek az első szabadföldi termesztésű eprek. Nem tömegesen még, de Pünköstől már szabadföldi eper is lesz a piacokon. Az ormánsági őstermelő hozzátette, az idei év eddigi időjárása kedvezett a minőségnek, finom édes gyümölcsöket tudott termeszteni. Azonban a mostani szeszélyes idő és a tavaszi fagyok miatt kevesebb eper termett, mint tavaly. Mosgai Antal szerint gyenge, közepes mennyiségre számíthatunk. Nagyon viszontosságos tavaszon vagyunk túl, sokat küzdöttünk a hajnali fagyok miatt, az átlaghőmérséklet alacsonyabb volt, ez egyébként az érésbe is megmutatkozik, mint a fóliás eprek és a szabadföldi eprek is két hét csúszásban vannak. Baranyában egyébként körülbelül 15 hektáron jellemzően az ormánsági területeken termesztik a szamócát, köztük itt Vajszló határában is. A mosgai eperfarm pedig egyedülálló kezdeményezéssel készül. Május végén, június elején ismét meghirdetik a Szedd Magad akciót, melynek keretében előzetes időpont egyeztetés után bárki ellátogathat a területre, és saját maga válogathatja ki az eperszemeket.